A magyarországi szakképzési rendszer szerves része a fiatalok munkavédelmi, munkabiztonsági oktatása is. Az iskolai évek alatt próbálják a jövő szakembereit felkészíteni arra, milyen előírásoknak, szabályoknak kell eleget tenniük a képzés alatt, és majd a való életben, munkahelyükön. Sorozatunk első részében egy szakképzőiskolában jártunk, és vázoltuk szakértőnk segítségével a fiatal munkavállalók számára fontos munkavédelmi ismereteket. Elsőként azt kell tisztáznunk, kit nevezünk fiatal munkavállalónak. Magyar jog szerint fiatalkorú munkavállaló az, aki 18 éves életkorát még nem érte el, és munkaszerződéssel van foglalkoztatva. Felmerülhet a kérdés, hogy miért van szükség egyáltalán fiatalkorúak munkavégzésére, amikor például ebben a gazdasági helyzetben az idősebbeknek sincs elég munkájuk. Ezt többféleképpen lehet megközelíteni. Az egyik megközelítés lehet az, hogy sajnos mostani szociális helyzetben vannak olyan családok, amelyeknek az anyagi kiadásaihoz szükséges a fiatalkorú munkavállalók által megszerzett pénz, vagy pedig a fiatalkorúak a saját munkájuk által megszerzett pénzből tudják finanszírozni a továbbtanulásukat. Lehet olyan megközelítés is, hogy a gyakorlati megszerzésüket, a gyakorlati tapasztalatuk megszerzését nem lehet az iskolai padban megszerezni, hanem a gazdasági társaságok megfelelően kialakított munkahelyein. Tehát bárhonnan is nézzük, fiatal munkavállalók voltak, lesznek, vannak is, ti is azok vagytok valószínűleg, azért a munkavédelmükkel foglalkozni kell. A kockázatoknak az elviselése miatt és a veszélyek lecsökkentése miatt vannak olyan munkakörök, amik kifejezetten tiltottak a fiatalok számára. Ilyen munkakörök lehetnek például azok, ahol ionizáló sugárzásnak vannak kitéve. Ilyen munkakörök lehetnek azok, ahol rákkeltő hatásnak vannak kitéve. Vagy mivel családalapítás előtt vagy közben vannak, azért utódkárosító hatású vegyszereknek nem lehetnek kitéve. Nem lehetnek kitéve rádióaktív sugárzásnak, nem lehetnek kitéve olyan munkakörnek, ahol ólommal vagy ólomvegyületekkel találkoznak, és ezek a vegyületek a szervezetükbe kerülhetnek. A magyar jogszabályi rendeletek, vagy esetleg biztonsági szabályzatok előírnak olyan eseteket, amikor 18 éves korhoz van kötve egy-egy tevékenységnek az elvégzése. Ilyen lehet például az emelőgépek kezelése. Az emelőgépek kezelésével kapcsolatos kötözői, irányítói feladatok, önálló hegesztési műveletek, vagy pedig nálatok előjöhetnek olyan esetek, ahol olyan fokozott a baleseti veszélyforrás, hogy a fiatalok még a meggondolatlanság miatt későn ismerik fel a baleseti veszélyt, és azért nagyobb százalékban következik be baleset, mint idős társaiknál. Fiatalok munkavállalók esetében ugyanúgy, mint felnőtteknél, bármilyen munkába állás felett, ugye előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni. Fiatalkorúakra vonatkozik az is, hogyha munkakörük megváltozik, akkor is előzetes orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venni. Ez az alkalmassági vizsgálat az, ami megállapítja azt, hogy ti egy munkakörben foglalkoztatva el tudjátok kerülni a veszélyeket, a munkakörben kitett terheléseknek ellen tudtok állni, a szervezetetek, a lelki állapototok ellen tud állni. Fiatalkorú munkavállalók nem alkalmazhatók olyan munkakörökben, ahol hőterhelésnek vannak kitéve. Most ugye olvasztók a mencetlenéken, nem alkalmazható, vagy nem foglalkoztathatók a fiatalkorú munkavállalók, a túlzott hidegnek vannak kitéve. És akkor sem alkalmazhatók, hogyha olyan rezgés expozíciónak vannak kitéve, ahol kézkarra 2,5 vagy egész este 6-ról rezgés eléri a 0,5 méter per szekundum négyzetet. Ezeket mérik, számolják, stb. De ilyenekben, ilyen munkakörökben például rezgésterhelés alakulhat ki a targoncák kezelésekor, kérdiszerszámok kezelésekor, és gondolom használtok elég sok villamos kérdiszerszámot. Mi számít extrém hőmérsékleti viszonyoknak, hogy például, hogy mennyire dolgoztat az ács vagy tetőfedő például hidegbe, itt a mínusz 10 fok, vagy például a melegbe, például a nyáron? Hideg időnek számít az, amikor az átlag hőmérséklete a 4 fokot nem éri el. Akkor a munkáltatónak biztosítania kellene melegedő helységet, meleg teát és pihenőidőt feltétlenül. Most az, hogy a pihenőidő mennyi, átlagban naponta óránként 5-10 percet kellene biztosítani. Hogyha a munkatevékenység nem engedi meg, hogy most óránként 5 percet ki tudjatok menni, akkor biztosíthatja úgyis, hogy mondjuk 2 óra múlva 20 perc melegedő időt ad. Melegnek számít az, amikor a effektív középhőmérséklet eléri a 24 fokot.
24 fok fölött is ugyanúgy lehet dolgozni, de akkor is ugye kell a pihenőidőt biztosítani, ez is körülbelül 5-10 perc, nem forró teát kell biztosítani, hanem korlátlan mennyiségben szódavizet, vagy valamilyen védőitalt. A lényeg az, hogy ne legyen cukros. Ahogy az elején említettem, a fiatalok körében bekövetkező munkabalesetek aránya vagy valószínűsége ugye 50%-kal nagyobb. Ezért szükséges tulajdonképpen egy rendszeresebb és mérehatóbb munkavédelmi oktatás a munkáltató részéről, aminek ugye nem csak arra kellene kiterjednie, hogy 15 perc alatt gyorsan elmondjuk, hogy mik az általános veszélyforrások, hanem magának a munkakörnek a speciális veszélyeit is ismerhetni kellene. Ismerhetni kellene azt, hogy probléma felmerülés esetén kihez forduljon a segítségét, saját vagy pedig munkatársaiknak a veszélyeztetettségét, biztonságát hogyan tudják biztosítani. Ki kellene terjedni az oktatásnak arra, milyen teendők szükségesek akkor, hogyha baleset következik be, hogyan kell elsősegélyt nyújtani. Tehát egy munkáltatónak vagy akár egy oktatási intézménynek is többlet feladatai vannak fiatalok esetén. Azért, hogy biztosítani tudják a munkáltatók is a megfelelő mértékű veszélyeztetettség elkerülését, vagy pedig a kockázatoknak a minimális szintre csökkentését, elemi érdekük az, hogy fegyelmezett munkavállalókat válasszanak ki. Munkáltatók sokszor nincsenek is tisztában, hogy egy bekövetkező munkabaleset vagy egy foglalkozási megbetegedés milyen következményekkel jár. Egy munkavédelmi ellenőrzés során, hogyha a munkavédelmi ellenőrzés esetleg egy baleset, vagy pedig egy megbetegedés apropójá miatt indul, egy munkavédelmi bírság az, amit a legkönnyebben elfelejtenek utána. Ha valaki lerokkan, meghal, stb. Vagy pedig valami súlyos megbetegedés következik be, akkor nem csak egy munkavédelmi eljárás indul, hanem akkor a rendőrség is eljárást indít, a társadalombiztosítási eljárást indít, a sérültnek, a betegnek, a szülői, vagy pedig maga a sérült polgári peres eljárásokat indít. Tehát nagyon sok következménye van egy bekövetkező balesetnek. És sajnos a fiatalok sincsenek tisztában azzal, hogy egy bekövetkező baleset számukra milyen következményekkel jár. Nem jó dolog 30 évesen lerokkanni, utána így kell elérni az életet. Csak az a baj, hogy ezeknek a baleseteknek a bekövetkezése mind abból ered, hogy gyorsan csináljuk, védelem nélkül csináljuk a dolgokat. Az előbb elhangzott ez, hogy a munkáltatónak mit kell biztosítania nekem. Nekem milyen kötelezettségeim vannak az ő számára. És hogyha ezeket nem tartom be, akkor milyen szankciókra számíthatok egy esetleges ellenőrzést folyamán? A munkáltató megkövetelheti tőled azt, hogy te munkára képes állapotba menjél dolgozni. Hogyha a munkáltató biztosít számodra minden egyes védőeszközt, ami elő van írva, akkor megkövetelheti azt, hogy te ezeket használjad is. Amennyiben nem használod, akkor a munkáltató saját hatáskörben eltilthat a munkavégzéstől, ugyanis hogyha valami bekövetkezik, akkor ez a munkáltatónak a kárára megy. Hogyha esetleg megkapom ugye a védőfelszereléseket, és jön egy esetleges ellenőrzés, de én azokat nem alkalmazom, akkor ugye megbüntetnek, és hogy azt a büntetést az én számlámra írják el, ugye engem büntetnek, mert mivel a munkáltatóm ezt biztosította, csak én nem alkalmaztam, és akkor ugye ez engem érint. Hogyha a munkáltató biztosítja számodra, és te nem hordod, és ne egy isten egy munkavédelmi ellenőrzésbe belecsöppensz, akkor a munkavédelmi felügyelet többféle szankciót alkalmazhat. Először is téged megbírságolhat szabálysértési bírsággal, ami lehet akár egy helyszíni bírság, vagy lehet akár egy idézéssel lefolytatott szabálysértési eljárás. Hát ennek az összege ugye 3000-től akár 150 000 forintig is terjedhet. A munkavédelmi törvénynek a második paragrafus előírja a munkáltató számára folyamatos ellenőrzést. Ez nem merül ki abban, hogy biztosítja számodra a védőeszközöket, hanem olyan felügyeletet kell mellére adni, amíg fiatalkorú vagy, aki megköveteli azt, hogy te feltétlen és mindenképp hordjad azt a védőeszközt. Tehát a munkavédelmi ellenőrzés során te kaphatsz egy szabálysértési bírságot, de a munkáltató
emellett még ugyanúgy megkaphatja a munkavédelmi bírságot, mert valamit nem tett meg azért, ugyanis te nem hordtad azokat a védőeszközöket. Én mit követelhetek meg a főnökömtől, milyen védőeszközöket kell biztosítania, és mi a teendő, hogyha ő nem biztosítja? Minden munkának el kell készíteni az egyéni védőfelszerelési juttatási rendet munkakörökre lebontva. Ehhez neked jogod van megnézni ezt a védőeszköz juttatási rendet, és akkor te tisztában leszel azzal, hogy a te munkakörödben, ebben a munkáltatónál, vagy ennél a munkáltatónál milyen egyéni védőfelszerelések kötelezőek. Te ezeket a védőfelszereléseket jogod és igazából kötelességed is megkövetelni. Ha a munkáltató ezeket a védőfelszereléseket nem tudja biztosítani, akkor a munkát megtagadhatod. Megtagadhatod a munkát akkor, hogyha úgy érzékeled, hogy ezzel életedet és a testi épségedet közvetlenül veszélyezteted. Viszont köteles vagy megtagadni a munkát akkor, hogyha úgy értékeled, hogy ezzel társaidnak az életét és testi épségét veszélyezteted. Mivel ti ácsok vagytok, magasban végeztek munkát, és hogyha a munkáltató nem biztosítja számatokra a szükséges leeséselni egyéni védőeszközöket, akkor te nyugodtan értékelheted úgy, hogy ezzel saját életedet veszélyezheted. Akkor ilyenkor a munkát megtagadhatod. Viszont hogyha többen dolgoztak a tetőn, és ezzel egymást veszélyeztetitek, hogyha én leesek, akkor ezzel magammal sodrom a másikat is, ezért tulajdonképpen jogilag köteles vagy a munkavégzést megtagadni. Fiatal munkavállalóként a munkaidőmre vonatkozóan mi az előírás? A fiatalkorú munkavállalók naponta csak 8 órát dolgozhatnak, hetente 40 órát dolgozhatnak, tehát tulajdonképpen nem túlórázhatnak, és néhány extrém esettől eltekintve például az éjszakai munkavégzés sem megengedett. Az alapvető munkavédelmi és munkabiztonsági tudnivalók bemutatása után sorozatunk következő részében az építőipari szakmát tanuló fiatalok helyzetével foglalkozunk. Ellátogatunk egy olyan szakiskolába, ahol a jövő kőművesei, asztalosai, villanyszerelői ismerkednek leendő szakmájuk fortéjaival és a munkavédelem fontosságával.